Rotary egy olyan világszervezet, amelynek tagjai vállalják a humanitárius szolgálatot, szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. Az újhelyi Rotary Klub 16 évvel ezelőtt alakult, s már régóta szervezi az újévi jótékonysági koncertet. A sátoraljai újhelyi Rotary Klub már nagyon régóta támogatja a dohánygyári zenekart. Sorozattá vált, hogy minden év első szombatján újévi koncertet rendezünk. Ez a zenekar a városi, a mi közösségünké, és nagyon szeretjük. A jótékonysági bevételből a zenekart támogatjuk, és egyéb programokat is, amit a Rotary Klub szervez. A dohánygyári fúvós zenekar 1926 óta része a város zenei életének. Idén a kar nagy is jubilál, hiszen 40 éve vezeti a zenekart. Kellemes élmény lejönni mondjuk a színpadról, vagy egy térzene után. Hát van, mikor méreg van veled, hogy nem azt játszák, nem úgy játszák, ahogy megbeszéltük. No, de hát ez egy amatőr együttes, és itt olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgokat nem szabad, nem lehet. A Rotary Klub egyik legsikeresebb programjának, a Cserediák programnak a résztvevői arról beszéltek a rendezvényen, hogy hogyan tanultak meg magyarul, és hogy érzik magukat nálunk. Én nagyon szeretem a hideg időjárás, és most van sok cserediák, aki mondta, én kérek visszamenni Brazíliába, hiányzik USA-ban, kérek visszamenni, én nem hiányzik Brazíliába, és nem hiányzik. Én nagyon szeretem Magyarországot. A koncerten a Művelődési Központ énekkara, kamara együttese és a Kazinczy Ferenc Művészeti Iskola táncosai is felléptek.